Sunday, April 10th. It's Passion Pro 4. And of course, Hungary's favorite wrestler, Hungary's favorite Pankrator, Robert Dreiska. The coach returns to Budapest. The coach returns to Budapest to take on Hungarian wrestling veteran Tamás Szabó. After I just dished out the beating of his lifetime to Peter Tihany, you thought it would be a good idea to call me out when it was time for me to celebrate. You thought it would be a good idea to call me out when it was my time to shine. Tamás, I know exactly why you did that. Because let's be honest, if that match would not happen in Hungary, it would probably not happen anywhere else on this planet. And why? It's super easy, because you've never been anywhere in the world of wrestling. Because you've never done anything in the world of wrestling. So you had to call me out. You had to call me out in front of your fans in your city for that match, because it would not happen anywhere else, because you've never done anything in this business, and trust me, I will make sure you will never do. You think it's a good idea as this big fish in this small ass pond? You think it's a good idea to call me out? You think it's a good idea to invite the shark into that small pond? Tamás, I'll be happy to prove you wrong. You will go home to your family and your kid, and you will cry your eyeballs out when I'm done with you. Tamás Szabó, Hungarian wrestling veteran, I can't wait to meet you in the ring April 10th at Passion Pro 4. Két dolgot utálok nagyon ebben a szakmában. A rossz attitűdöt és a tiszteletlenséget. Nos, Robert Dreiskerben mind a kettő megvan. Pontosan ezért hívtam ki egy mérkőzésre. Azért, ahogyan viselkedik a Passion Pro öltözőjében, vagy nagyképűen kezel mindenkit. Én vagyok nemzetközileg tapasztalatlan birkózó. Barátocskám, 12 különböző országban birkóztam eddig. Köztük Belgiumban és Magyarországon az összes létező bajnoki címet megnyerve Grand Slam bajnok lettem. De úgy látszik, Mr. Edzőbácsit nagyon nehéz lenyűgözni. Ha valóban én vagyok a magyar birkózás utolsó felfedezetlen veteránja, hát legyen! Tegyél híressé! Itt lesz az alkalmat gongtól gongig. Az lehet, hogy a te kis világodban még nem találkoztunk. De egy biztos, hogy április 10-e után, a Passion Pro 4. gálája után, nemhogy Európa szerte, de egész világ szerte ismert lesz a Szabó Tamás név.